hiányolta, hogy nem ő dobolt akkor itt még a No Name zenekarban, de most már doboltát Ázolon. Szeretettel köszöntöm Gulyás Mátét, a P-Mobil friss legújabb dobosát. Hát igen, megtaláltak. Na, hogy van ez zenészkörökben? Mert, hát elárulom neked, hogy a P-Mobil itt nálam vagy heten voltak, azt nem mondom, hogy 7 éve, de egy 3 évvel ezelőtt voltak nálam, meg még Schuster Lordi, meg az egész csapat lejött, képzeld, megtiszteltett a műsorunkat, akkor nem tudom, ki volt a dobos, és nem is tudom, hogy kit váltottál, vagy hogy történt ez a nagy eset. Hát Pálmai Zoltán tért vissza 2020-ban hozzájuk, és ő egyébként már régi tag volt, tehát azt hiszem 74-78-ig is náluk dobolt, és valami miatt, tehát ő 2 évre szóló megbízása volt, és aztán közösen úgy döntöttek, hogy nem hosszabbítják meg, így kellett egy másik dobos. Aha. És gyakorlatilag annyi történt, hogy nekem volt egy régebbi zenekarom, az Ózommama, akikkel már játszottunk a P-Mobil előtt, és onnan engem ismertek. Valószínűleg én jutottam eszükbe, és egyszer csak kaptam egy telefont. Hogy a Schuster Lóritól, vagy a Zolitól? Nem, a basszusgitáros Tarnai Dani, ő hívott föl, ő intézte, és... Gyere meghallgatásra? Ez hát, még csak ez, ugye? Hát gyakorlatilag felhívott, hogy nincs-e kedved a P-Mobilban zenélni. Ja, akkor nem ez ilyen, nem meghallgatás volt. De volt meghallgatás, csak hogy ők rám gondoltak, és hogy nézzük meg, hogy lehet-e belőle valami. Na, aztán amikor így telefon, jó, szünet, és mit mondtál? Hát az, hogy nagyon szívesen, és nagyon örülök, meg nagyon belelkesültem, belelkesedtem. Mert visszabocsáss meg az Ózommamához, az is egy ilyen jó kis, csak mondod, hogy amerikai rockzene. Hasonló, igen, mint a P-Mobil, csak hát nem magyarva, hanem... Lehet hasonlítani hozzá, lehet? Bizonyos témákat, stílus ügyileg, műfaj ügyileg van hasonlóság, de leginkább ez így ilyen amerikán rock, úgy hívják. 60-as, 70-es évekből merített leginkább. A minden segít. Az az igazság, hogy... Laci, te már ismerted? Mert gyakorlatilag most ismertem meg a Mátét a Tánzla Fesztiválon keresztül. Én nem is tudtam, azt hittem, hogy a Holdon, vagy Pesten, vagy valahogy, és azt mondtad, hogy itt doboltál, de valahogy elkerülted a stúdiónkat is, meg valahogy nem találkoztunk. Mert itt Szolnokon volt együttesed? Volt együttesen, volt több is. Hát 14 évesen már volt zenekarom, az akkor az első. Azzal még Slipknotot játszottunk. Aztán volt Füst a szemben nevű, amivel tehetségkutatón nyertünk külön díjat is. Az igen. Végig rock zene? Hát ez már inkább ilyen blues, funky, aha, rock, vegyes, ilyen vegyes stílus volt. Ezt meg kell írni a kronológiában, László Béla, Papp Béla nagy tudója, de ilyen neveket te hallottad, ilyen neveket, mint zenész, Laci? Őt? Mátéra gondolsz? Hogy ezeket a zenekar neveket, amiket most mondod? Igen. De csak azért kimondottam, amiatt, hogy a bolt miatt, ugye a hangszerbolt miatt, mert valószínű, hogy tehát Mátéról is tudtam azt, hogy dobos, mert volt bent valószínű, hogy sokat jártam. Dobverőt venni, vagy esetleg bőrt venni. Hát meg állandóan törtem a dobverőket. Hál' Istennek, a boltos azt mondja, az a jó, hogyha törik a dobverő, mert akkor dörög az üzlet. De direkt betöröd egyébként koncert végén szalaszért? Hát, nem. Hát vagy... van, amikor könnyen eltörik, van, amikor kevésbé könnyen. Ja. Meg attól is függ, hogy milyen stílusban játszok éppen. Aha. Azt hittem, hogy a hepaj kedvéért, vagy a izé kedvéért akkor a közösség. Hát az azért nem olyan könnyű eltörni. Nem olyan könnyű. De van, hogy volt már, hogy bedobáltam az összeset, és aztán jött még egy szám, és vissza kellett kérni. Az gond, hogy hol a dobverő. És aki azt mondja, mert én a teniszlabdával szoktam úgy járni, vagy nézem a nagy Grand Slam versenyeket, amikor ott van, de visszaadják majd ciki azért, hogyha mondjuk Djokovic játszik egy labdával, és akkor ez nem, vagy Federerre nem kerül vissza a labda, úgyhogy neked is visszajött az ütőd. Fos fog be a füled. Hogy érzed, Máté, milyen dobos egyébként? Hát ezt így nem lehet szembe mondani. Mert ugye azt mondják, hogy védj egy jó dobost a zenekarba. Tehát ezt most már hatodszorra sütjük, igen, el ezt a poént, de mindenki ezt meg szokta állapítani, hogy a zenekar motorja dob. Érdekes, hogy külföldi zenekarokban, külföldi nagy zenekarokban általában a dobos és a basszusgitáros az néger, ugye? Illetve az esetek nagy többségében valahogy visszakutathatjuk a család számot. Azon gondolkodtam egyébként közben, ugye párhuzamban, hogy párhuzamot véve Mátéval kapcsolatosan, hogy minden, én is fiatalkoromra emlékezve, hogy minden úgymond vidéki zenésznek álma, hogy egyszer egy budapesti, egy fővárosi zenekarba bekerüljön, és hirtelen, hogy a
az én tudomásom szerint úgy végpörgettem, hogy kik voltak azok a szolnoki zenészek, akiknek sikerült már ez. És van a Fehér Géza, ugye, aki a Hobo Blues Bandnek volt a gitárosa, akkor volt a Kelement Tamás, Kelement Tomi, aki most is az első emeletnek, a Bogdán Csaba után az első emeletnek a gitárosa, akkor hát mondjuk egy Judy az szólnak, de ő Judy, és nem is tudom, hogy ki van még esetleg szólnak, aki... A Kozi az más ügy. A Kozi az megint más, ő uh-huh. Kozi az Kozi. Igen. Nem tudom, ki van még valaki, de ez egy nagyon, mondom, minden zené. Én nekem is, hogyha engem ilyen időskoron elhívtak volna a PMO-ba, akkor örömmel... Hát egy nevet tudok mondani, és jaj, és itt volt nálam, de én már 60 felett felejtek, a Kárpátia szólógitárosa. Igen, a Zsolt, a Szijjártó Zsolt. Olyan, de jól mondtad, így. Ő nem szólnak itt, ő... Igen, a Mezőtúr, vagy Túrkevei. Igen, vagy Túrkevei, vagy itt van, vagy Mezőtúr. Igen, hogyne a Zsolt, hogyne. Úgyhogy Zsoltikám, üzenjük neked, hogy nem hagytunk ki téged. Igen. Illetve, kedves nézőnk, hogyha tudnak olyat, most Laci mondott egy párat, én hozzátettem egyet, lehet, hogy Máté is hozzátesz a környezetben, aki Szolnok megyei kötődésű, és ott van valami nagy-nagy zenekarba, és ott öreg bíti. Hát meg még a Szájherflis srácot tudom, aki meg... Aki a Takás Tamással játszott, az Engler Feri. Igen, Engler Feri. Úgy van, úgyhogy látja, összehoztuk itt a nagy csapatot, mert belőlük kéne, mert már szájra is van, akkor mondjuk a hangszereket, a gitárosunk megvan. Fehér Géza, igen. Igen, a két gitárosunk is van. Kelement Tomi, ő is gitáros. Aha. Nagyon, de nagyon régen volt a Bárány Tomék, egy régi zenekar volt, ők is fölkerültek Pestre, ők meg a Delusa Johnnak volt. Aha. A kísérő zenekarát, egy szolnoki zenekar volt akkor egy darabig. Hát, hogy a László Béla, Papp Béla itt ülnek, biztos, hogy kapásból nyomnák ezeket a dolgokat. Máté, zenélünk, itt még az sajnos te nem vagy ebbe a nónémbe, de majd, hogy tudod-e párhuzamosan a P-Bobilt, a nónémet, meg még más is csinálni, majd ezután a kis klip után kiderül. Na, hát közben megfejtettük azért, huncut vagy te, mert mondtad, hogy egyébként ott lettél volna, de pont ezen a kis koncerten értesítettek, mert mi dolgod volt, hogy nem voltál nonében? Hát én igazából már nem annyira emlékszem, mert 7 éve volt, azt hiszem. Ja, 7 éve. Ez, azt hiszem 14-es ez a koncert. Akkor párhuzamosan, tehát magyarul nonében doboltál te. Igen. A kezdeti alakulásnál ott voltál? Alakulásnál ott voltam. Volt még egy másik felállás is, ami Smolnok néven futott, de csak rövid ideig, az egy ilyen jazzesebb felállás volt. Aha. Több fúvós is volt benne talán. És akkor párhuzamosan indult a nonémmel, kétféle műsorunk volt. És ez 12 körül, azt hiszem. És hát én voltam az első dobos, mert én azelőtt meg a zeneiskolai big bandben doboltam, és a Farkas Robi onnan emelt át. Aha. Hát neki azért jó füle van, Robikám, innen üzenjük, hogyha most gyakorolsz, vagy próbálsz, vagy tanítasz, meg közben egyébként Robi írta, hogy a tervekről elfelejtett beszélni, mert gyorsan kiküldtük innen, hogy üzenem nektek, hogy azt üzenem, hogy február 14-én szeretne egy koncertet tartani, hogy hol, mint, azt nem írta le, de úgyhogy február 14-ét írd be, nehogy akkor P-mobilozzál. Jut eszembe tényleg, hát azért a... Most melyik az első, a P-mobil vagy a Noni? Hát a P-mobilnak kell lenni az elsőnek. Hát így van, ez Bobba, de gondoltam, hogy ez a válasz. A Noni eleve úgy működik, hogy mióta benne vagyok, ugye mivel Budapesten élek, ezért, uh-huh. ezért sokszor volt már olyan, hogy helyettesíteni kellett. És, uh-huh. és ezért, de hát szerencsére eddig volt kit hívni. Aha, helyettem. Volt kit hívni? Hát például itt, amit előbb lejátszottatok, igen. Ott a Balog Andris játszott helyettem, és uh-huh. szerintem ugyanolyan jó legalább. Aminek, ő Szolnoki? Andris, Balog Andris, ha nem tudjuk. Vagy Szolnoki, vagy Szolnok környéki, most hirtelen nem tudom, de ugyanoda jártunk zeneiskolában Ugró Bélához. Arról akkor beszéljünk, mert még nem forogtak a kamerák, azért mondtad, hogy volt itt egy OSK, nem csak Szolnokon, hanem országosan, te az OSK-nál végeztél? Annak idején nem mondjuk a évszámot, vagy mondhatjuk? Persze, nyugodtan. De még egy pillanatban maradva Ugró Bélánál, tanár úrnál, tehát őt ott is meg kell említeni, akár egy mondatban is, hogy egy hangszeresnek, egy ilyen fiatal hangszeresnek az a valami, hogyha föl tud úgy készülni, hogy el tud menni a kőbányai zeneiskolába. Most a kőbányai zeneiskola, azt hiszem a könnyű zenészek közt az a
az a csúcsa, ahova nem is könnyű bejutni, felvételi van, és ha azt valaki elvégzi, akkor az már valamit jelent. És egy időben az ugró tanár úrtól szinte majdnem minden évben került ki olyan tanítvány, akit föl tudott úgy készíteni, hogy fölvették a kőbányai zeneiskolába. Akár amit láttunk itt az előbb, mondjuk itt a Kollát Pisti gitározott az előbb, de ő ugyanolyan tulajdonképpen dobosként került a kőbányai zeneiskolába, tehát a tanár úr valamit tud. Igen. Viszont, amit az előbb kérdeztél, tehát, hogy ez egy nagy fájó pont egyébként, hogy Szolnokon nincs könnyű zenei oktatás, és hogyha, ahogy kérdezted az OSK-t, valamikor nagyon régen, az én koromban létezett egy OSK, ez az Országos Szórakoztató Zenei Központnak a rövidítése, és minden megye, ez egy országos dolog volt, minden megye székhelyen volt egy úgynevezett stúdiója, ahol a vendéglátó így zenészeknek kellett vizsgát tenniük, és be kellett, és ráadásul nem csak vizsgát tenniük, hanem járniuk kellett rendszeresen. Kétfajta vizsga volt egy úgynevezett ideiglenes működési engedély, ami azt jelentette, hogy azt egy évre adták meg, és volt aki magasabb szinten csinálta, úgynevezett kategória vizsga, ott pedig ABC kategória volt, azt már Budapesten a Szófia utcában volt a központja, ott lehetett megcsinálni, és az viszont állandó működési engedélyt kapott, mert egyébként nem lehetett zenélni, tehát ez nem úgy van, mint ma már, hogy fűfavirág beugrik hozzánk, és lemegyünk a Freybe játszani. Aha. Mindenkinek, a zenekarnak engedélyének kellett lenni, minden tagnak külön engedélyének kellett lenni. Mert azok kaphattak egyébként valamilyen jelképes gázsit is. A gázsit is, meg is volt határozva, hogy egy C kategóriás, egy B kategóriás, vagy egy A kategóriás minél magasabb szinten volt, annál nagyobb gázsit kapott, napi gázsit. Ez hagyas évek, akkor most már mondjuk ez a 80-as, 70-es, 80-as, igen, tudom, hogy így mehetett, ez biztos. És Szolnokon is volt egy stúdió, én először oda tanulni jártam. Nem tudom, te mennyire emlékszel, mert dolgoztunk együtt, te dolgoztál a színházban, ugye? Emlékszel-e Vince Feri bácsira? Hogyne. Na. Igen. A színháznak volt egy olyan zenésze valamikor, aki egy multi pasi volt. Aha. Ő alapvetően vadászkürtös volt, az volt az alaphangszere, de nagyon jól játszott bőgön, gitáron, cimbalmozni is tudott. Mint most majdnem a Lakai Zoli, ő is. Tulajdonképpen igen. És hogyha valaki például a zenekarban megbetegedett, mondjuk a gitáros, akkor ő nem vadászkürtözött, hanem gitározott. És ő tanított az OSK-ban gitárt, én első körben ő hozzájártam, vagy két évig, majd aztán az életem folyamán úgy alakult a dolog, aztán már én tanítottam az OSK-ba, Szolnoki OSK-ba, utána meg én jártam el föl Pestre a Kovács Andorhoz, illetve az Öreg Botos Tibihez, a központi OSK-ba, én úgy vizsgáztam ott valamit. Kovács Andorhoz? A Kovács Andor gitárművészhez, igen, egy évig ő hozzájártam, egy évig pedig az Öreg Botos Tibihez, aki legalább annyira jó. Hát azt hiszem, hogy még nekem is tudsz, hogy ezért jó ez a műsor, hallod, de elkezdünk, beszélünk, elindulunk az ától, és akkor lám, hova keveredtünk. Na de akkor rólad is egy nagyon jó, hogy te is ott végeztél a kőbányai suliba. Hát sajnos nem végeztem el bizonyos okok miatt, de oda jártam. Ha már fölvettek, mint hogy Laci mondta, az már egy nagy szó, hogyha valakit oda fölvesznek. Igen. Hát bizonyos okok miatt, de mindegy. Ugró Bélának nagyon sokat köszönhetek, mert egyrészt meg is tudja szerettetni a könnyű zenét a tanítványaival, és tanítani is tudja, és szerintem ezért tud sikeresen felkészíteni diákokat a kőbányára. Hát legközelebb a tanárembereket hozzuk, azt mondom, a zenészek jönnek, most eszembe jutott nekem is így, hogy ilyen alázattal beszéltek a tanár, hát Lacit azért már mesternek gondolnám itt, tehát vélik pedig így, hogy mondtad, hogy már te is tanítasz, tehát az ilyen régi nagy mohikánokat majd ide meghívjuk egy másik műsorba. Gyorsan telik az időnk, és látok a nyakadba próbáltam megfejteni, és most egy kettes látok. Mi az, igen, Máté? Az egy 2 forintos, és Schuster Lórától kaptam. Ez egy, hát gyakorlatilag egy... De jel. Várjál, az egy ezüst 2 forintos. Igen, ez egy ezüst. És ezt, hát gyakorlatilag ilyen tagjelkép. És nagyon örülök neki, és megtisztelve érzem magam. Hát nem... hogy kellett kiérdemelni? Már rögtön az első, vagy az első koncert után, vagy a bevad, vagy hogy történt? Hát lement egy-két próba, amire hozta. Aha. Hát egyébként olyan, mint egy nagy család. És hány tagú most a P-Mobil? Hát van basszusgitár, ének, szólógitár, ugye Schuster Lórán zenekarvezető,
és a dob, meg egy billentyű, tehát hatan. Aha, mert azt hiszem itt nálam heten voltak, illetve Jászapátiban volt egy koncert, azon te még nem voltál. Nem, most... nekem most január 8-án volt az első koncerten, uh-huh. viszont az több mint 2 órás volt, és, és 21 dalt játszottunk. A 2 forintos dal, gondolom, ott van a szívecsücske. Ne, az nem, azt most nem játszottuk, de most már benne lesz a repertoárban. Hát több mint 200 dal forog náluk. 200 dal a poémobil repertoárja? Hát körülbelül, és lehet váltogatni a repertoárt. Aha. Várja, mi volt ennek a nagy, mondanom kéred, de látod, ember mindig felejt, valami jubileumi volt, egy nagyon jó címe, de ilyen mulatósra hajazott az a kis koncert, amit én Jászapátiban néztem. Aranylakodalom? Az. Az is egy külön műsor. Most, így van. Most, hogyha még megtanulok 20-valahány dalt, uh-huh. most éppen ezzel küzdök, akkor azt a műsort már le tudjuk játszani. Na de várj, ennek le van írja a kottája, nincs kottát? Én írok hozzá, amikor tanulom a dalokat, akkor uh-huh. úgynevezett periódus kottákat írok, hogy nem írom le ütemenként az egészet, uh-huh. meg ütésenként, hanem csak a fontosabb részeket. Mennyire hanghordozom, meg vannak a dalok, és onnan szeded le kagylóval? Igen, és hát persze valamilyen szinten bele is lehet improvizálni, de a fő részeket meg kell hagyni benne. Hát, fiatalok, uraim, elrepült az idő, a öreg jogán Laci az utolsó szó. Zenész még, van-e együttesed, valahol lát-e Tiszavirág Fesztiválon titeket valamilyen formációban a közönség? Most szervezek egy zenekart, még többet nem akarok róla mondani, de nyáron szeretnék játszani, egy pár bulit szeretnék csinálni. Na, amikor megvan a zenekar, az lehet, akkor itt várlak a zenevonatműsorban. Lacikám, köszönöm, Máté, neked is.